Köszöntöm a kedves nézőket! A mai háttérben ismét egy különleges kísérlet, most telefonon fogunk beszélgetni riportalanyunkkal. Az apropó pedig nem más, mint egy kötet megjelenése. Beszélgetéseim, ez a címe Koltói Ádám új könyvének, amelyről most beszélgetni fogunk egy kicsit, hiszen Ádám itt van velünk a vonalban. Szervusz, köszöntelek Ádám! Üdvözöllek! Nos, hát beszélgessünk a beszélgetésekről, meg erről a kötetről, hiszen ebben ugye olyan beszélgetéseket olvashatunk, javarészt, lesznek más dolgok is benne, majd erről is kitérünk, amely beszélgetéseket tulajdonképpen már régebben is olvashattak a kedves olvasók, de ugye volt egy ilyen szokás, talán a 19. század vége felé, és aztán még egészen a két világháború közti időszakban is emlékszünk arra, hogy nagyon sok olyan könyv volt, amelynek anyaga előtte már olvasható volt írott formában, a különféle általában heti lapokban. Ez egy régi szép hagyomány volt. Ez minthogyha egy picit kezdene visszajönni, mintha reneszánsza lenne neki? Így van, hát nagyon sok kötet jelenik meg most is, különböző interjúk, beszélgetések, összefoglalói. Hát ez egy gyűjtemények, hát olyan volt, mint valamikor a költők verseket írtak, aztán ez megjelent összegyűjtött kötetben. Igen. Ugye a legizgalmasabb az volt ezek közül, amikor mondjuk regény jelent meg folytatásokban egy-egy heti lapban, és azért olvashattunk olyan anekdotákat, amikor a szerzőt már igencsak hát bizony motiválták, hogy már szerda van, és jó lenne a szombati számban a következő résznek is megjelennie, de ilyen probléma itt nem volt, ugye? Igen, ez nagyon gyakori volt régen természetesen, hogy először mindig folyóiratokban jelent meg. Hát itt ilyen nem volt, hiszen a beszélgetések végül is egymástól függetlenek. Tehát más-más emberekkel beszélgettem, más-más időben. Hát egy valami összeköti őket nyilván az, hogy emberekről, írók emberekkel beszélgettem, és nyilván megvolt az az idézőben arzpolitikám, amellyel aztán követtem ezeket a találkozásokat. Igen, hát ugye nem csak valami, hanem valaki is összekötötte ezeket a beszélgetéseket, ez pedig te magad vagy, aki ebben a műfajban is azért már letettél ezt azt az asztalra, hiszen volt egy korábbi köteted is, a Sorstársalgások, amelyek ugye rádiós beszélgetések alapján készültek, készült el maga ez a kötet annak idején. Mennyiben másabb ez a mostani a Beszélgetéseim című könyved? Hát mivel az élőben ment a rádiós beszélgetés volt, természetesen nem lehetett olyan mélyen, úgymond az embereknek a lelkébe látni. Itt viszont hosszabb, kellemesebb együttöltés történt, tehát sikerült azt elérnem, hogy az emberek kinyíltak jobban, sikerült jobban a lelkükbe látnom, sikerült jobban őszintévé tenni, nyíltabbá tenni, hiszen azt a formát vagy hangulatot igyekeztem megteremteni. Mint hogyha nem is anyag készülne itt, hanem két ember találkozik egy kávé mellett, beszélget, és el is felejti azt, hogy ennek mi a végső célja. Tehát nagyon más nyilván a hangulat, a légkör, mint egy élő adásban. Igen, igen. És mennyiben van benne a szerző ebben a dologban? Mennyire ő a fontos, és mennyire a beszélgető társ? Hát ez arány kérdése természetesen. Mindig azt szoktam mondani, hogy én nem életrajzot írok, nem jegyzőkönyvet vezetek, hanem embert mutatok be. Ami azt jelenti, hogy ebben benne vagyok én is. Valamikor 20%-ban, valamikor 30%-ban, hogy ennél több is. Tehát azt szoktam mondani, hogy ahogyan én látom, azt a képet, metaforát használom, hogy ha leülünk az ablak mellé és besüt a nap, akkor ugye a nap süt ránk, de az ablak az, amelyik átereszti, közvetíti a fényt, a meleget. Tehát én ezt a szerepet töltöm be, hogy ahogyan ő hat rám, próbálom ezt megfogalmazni, azokat az érzéseket, gondolatokat, amelyeket én látok benne. És hát, amit ugye szoktunk mondani az irodalomban, lehet, hogy nem mondta, de mondhatta volna, igen, mert benne van. Benne van, ő ezt nem tudta kifejezni, hogy nem akarta kifejezni, de én megláttam benne. Azaz, hogy nyilvánvalóan én is benne vagyok. Én vagyok a tükör, amely nem mechanikus tükör, hanem egyfajta élő tükör. Igen. Mitől lesz érdekes egy ember számodra? Hát attól, hogy van. Azt lehet mondani, hogy az ember ugye kutatja az űrvilágot, a tenger mélyét, de mindig a legérdekesebb az ember. Annyira nem fedeztünk még föl, hogy mi van bennünk, a lelkünkben, a gondolatainkban. És mivel minden ember más, ugye ez már közhely, ezt a másságot kell megtalálni.
Miben különbözik ő? És a másik, hogy a felszín mögött a lényeget. Cselekszünk, látjuk a cselekedeteket, ezt a leírjuk, hogy a életrajzban akkor tudjuk, hogy mikor mit csinál, de vajon miért csinálta? Milyen gondolat, érzelem vagy indulat mozgatta őt? És ezt, ha megleli az ember, akkor megismeri. Tehát ugye Adi mondta, vagy írta, hogy minden ember éjszakok titok. Igen. Ezt a titkot persze soha nem lehet megfejteni önmagunk számára se, hiszen szerintem legnagyobb titok mindenki számára önmaga, de minden ember titok, és ezt próbálom megközelíteni, megfejteni is. Ehhez persze partner kell, hogy valaki kerüljön olyan kapcsolatba velem hangulatban, hogy kinyílik, hogy beszél olyan dolgokról is, amelyekről talán nem szokott. Hát ebből aztán következtek persze utóbb félreértések is, vagy korrigálások is, hiszen amikor beszélgetünk, akkor mindenki bátran, őszintén szól, viszont ha látja leírva már, amit mondott, amit én leírtam, és ezt, hogy megmutatom neki, akkor nagyon sokat, sokan megijednek, hogy azért ezt mégse. A leírt tehát szónak még van ereje most is? Hát hogyne, a leírt szó nyilván szemérmesebb, mint a kimondott, azonnal kimondott élő szó természetesen. Érdekes ez. És az is, hogy ugye itt olyan emberek szerepelnek ebben a könyvben, akiknek az élete ezer szálon összefonódik cegléddel, vagy ősceglédiek, vagy gyűjtmentek, úgymond, de akkor is már jó ideje itt élnek és itt dolgoznak, itt teszik, veszik magukat. Mégis gondolom kaptál olyan visszajelzéseket, hogy na hát ezt én erről az emberről még nem tudtam. Pedig ismertem, igen, már évtizedek így óta. Van, de hát egyébként azt mondhatom, hogy minden ember érdekes, függetlenül, hogy ceglédi vagy nem ceglédi, de ebben igazad van, hogy mitől ceglédi. Amikor annak idején elkezdtem ugye a rádiós beszélgetéseket, akkor nagyon sokan szemrehányást tettek, hogy ugyan mi célja van ennek, hiszen ismerjük egymást. Igen. Itt élünk, látjuk nap mint nap egymást, ahogy az előbb mondtam, látjuk egymást, látjuk a felszínt, de hogy mi van mögötte, azt már kevésbé, csak a legközelebbi barátok, esetleg családtagok. Egészen más, hát sok meglepetés ért engem, egészen más az ember, amikor valóban kitárulkozik, és nem arról van szó, hogy az utcán találkozunk, hogy vagy mi újság, szia, és megyünk tovább, vagy egy boros pohár mellett társalgunk. Ha sikerül valóban őszinte nyílt beszélgetést folytatni, akkor kiderül, hogy mi igazán az ember, milyen igazán az az ember, akit úgy gondoltam ismerek, de hát csak felszínesen. Igen. Hú. Hát bizony ennek a kötetnek meg lesz a maga sorsa, nyilván a könyveknek valóban megvan a maga sorsa. Milyen sorsot szánsz ennek a könyvnek? Hát egy olvasság. Hát egy olvasság természetesen, mert az a tapasztalat egyébként, az előbb ugye részben erről is lehetett beszélgetnünk, hogy akiről szól, az maga is olvassa érdekesen, hogy jé, tán ez én voltam, vagy akkor ilyen voltam. Mm-hmm. Tehát önmaga számára érdekes meg, amit az előbb mondtam, hogy ki majd látja, hogy egészen más embert ismernek esetleg, mint amilyennek eddig ő gondolta. Rajtad formált valamit ez a könyv, ezek a beszélgetések? Te magad alakultál közben? Hogyne, természetesen. Hát utalok a hivatásomra, tanár vagyok, és én valóban vallom azt, hogy minden egy óra után az ember egyrészt tanul ismeretet a hallgatóktól, másrészt a hallgatóknak a visszajelzése, a stílusa közöttük élek, az visszahat rám természetesen. Ezek a beszélgetések is persze engem is formáltak, érzékenyebbé tettek. Tudtam, hogy mire kell figyelni, amikor valaki beszél, hogyan lehet a szavak mögött még inkább meglátni a lényeget. Meg hát ki ilyen, ki olyan, és nyilván, hogy mondjam, türelmesebb idegen, szóval toleránsabb lettem már, mert rájöttem arra, hogy valaki azt gondolta, hiszen volt esetleg valami elítéletem, hogy hát azért ez nem is ilyen jó, ez azért nem is ilyen rendes, azért nem is így van. De aztán rájöttem, hogy azért, mert, és amiért nem ilyen, az nagyon szimpatikus, az nagyon érthető, az nagyon emberi. Tehát sokkal türelmesebb vagyok, sokkal megértőbb, vagy úgy tetszik, az empátiám nagyon-nagyon sokat fejlődött, bár eddig sem titkoltam, hogy törekszem arra, hogy megértsem az embereket, és megszeressem. Hát erről szól ez a kötet, amelynek túlnyomó részében valóban ezek a beszélgetések szerepelnek, de vannak benne más dolgok is, még van egy fél percünk körülbelül az adásidőből. Azért mondjuk el gyorsan, hogy van képírás, amiből már azért olvashattunk ízelítőket különféle lapokban, és vannak saját jogon írt írásaid is, amik nem véletlen kaptak helyet ebben a kötetben. Az előzőről annyit, hogy az egy érdekes műfaj, el kell mondanom róla, mert sokan nem talán a lényegét, hogy ez kép és írás egymás mellett. Azt szoktam mondani, hogy
A kép nem illusztrálja a szöveget, a szöveg nem illusztrálja a képet. Ezek egymás mellett vannak, azaz ha rátekintek egy képre, megfogalmazom azt, hogy hogyan hat rám, milyen benyomásai vannak, a szerzőt erről meg sem kérdezem. A Valaki című fejezet pedig arról szól, hogy amikor az utcán jövök, megyek, látok embereket, ülök a váróban, figyelem az embereket, ők is emberek, tehát ugyanúgy tartozik az első részhez, csak hát nincsen nevük. Én nem nevezem meg őket, mert nem ismerem őket, de ők is élnek emberek, és egy-egy mozdulatból, szóból próbálom megfejteni. Ez egy nagyon izgalmas játék, bizony. Hogyha valakire ránézek, vajon milyen ember lehet ő. Lehet, hogy tévedek, de izgalmas megfejtés. Hát ezek is benne vannak, ezek a megfejtési kísérletek, vagy szerintem megfejtések ebben a kötetben, amik, hát azt hiszem, hogyha valaki úgy érzi, hogy már ismeri Ceglédet, vagy ismeri a ceglédi embereket, akkor egy kicsit nem baj, ha elbizonytalanodik, és talán úgy gondolja, hogy még jobban, még mélyebben is meg lehet ismerni azokat az embereket, akikkel esetleg nap mint nap, vagy rendszeresen találkozik, és mégis valami új dolgot, egy új oldaláról ismerheti meg őket. Ádám, köszönöm és szépen. Sokat beszélgessünk. Ugye? Üljünk, jó beszélgetni. Lenne most is még egy picit tovább beszélgetni, de most ennyi fért ebbe a műsorba. És nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál így, és hát nagyon reméljük, hogy sok karácsonyfa alatt található majd ez a kötet, és örömmel fogják lapozgatni ceglédiek, meg akinek bármiféle köze van, egy iciri-piciri köze is van városunkhoz, biztos, hogy szeretni fogja ezt a könyvet. Köszönöm szépen, Ádám! Így legyen, én is köszönöm! Minden jót, szervusz! Kedves nézőknek a figyelmet köszönöm, eddig tartott a mai háttér, holnap is találkozhatunk, addig is nézzék a CTV-t. Viszontlátásra!